Gyurkovics János nehezen találta a szavakat azt illetően, milyen elvek és célok is vezérelhetik azokat, akik a bazalt köveket kikaparják és a medencébe dobják. Korábban is voltak problémák a területen, de ekkora kárral a kecsegtető még nem. Problémát okozott az eddigiek során az elültetett növényeknek a kiszedése, eltulajdonítása. Talán, ahogy most már erősödnek meg a növények, erednek meg, talán ez befejeződik. Egy súlyos probléma jelentkezett itt a Prometheus Parkban működő szökőkutnál. A szökőkutat körbevevő sétányba lévő köveket kiszedik, kikapargatják és a medencébe dobálják. Ez szerintünk minősíthetetlen magatartás. Drága pénzen kialakítottuk ezt a dolgot, és gyakorlatilag abszolút nem vigyázunk rá, nem törődünk az értékeinkkel, kárt okozunk, bonyodalmat. Mint elmondta, építőjellegű javaslatokat szívesen fogadnak, az efféle rongálás azonban elfogadhatatlan. A megbeszéléseken szóba került már egy köztéri kamerarendszer kiépítése, de ehhez a terület túl nagy. A hatóságokkal azonban együttműködnek. A rendelkezésre álló lehetőségeink közül mindenkit megkértünk erre dologra, felkértünk, együttműködünk a közterületfelügyelőkkel és a rendőrséggel is. A rendőrség is erősített ellenőrzést végez, de vannak a napnak olyan napszakai, amikor ezeket a dolgokat meg tudják csinálni. Lényeg a dolognak mindenki mellé egy közterületfelügyelőt vagy rendőrt állítani nem lehet. Hámori Szabolcs kivitelező megosztotta, hogy a felújítás több mint 80 millió forintból valósult meg, ebbe a gépészeti munkák is beletartoznak, és ha a kövek a rendszerbe kerülnek, az nem javítható. Egy ekkora értékre jobban kellene vigyázni. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a Zöldváros keretében megvalósult burkolati rétegrendek azt tartalmazták, hogy ezek a térköves burkolatok roncsolás nélkül, hál' Istennek, bonthatóak. Ezeknek megvan az előnye is, itt sajnos a hátrányát tapasztaljuk, hogy ide jönnek önhatalmulag egyesek, és fölbontogatják az elhelyezett bazaltköveket, és beledobálják a medencébe. Ezzel jelentős károkat okoznak mind kivitelezőnek nekünk, mind pedig a városnak, és szigorúan véve saját maguknak is. Én szeretnék megkérni mindenkit, hogy kicsit jobban vigyázzunk a környezetünkre, és ne roncsoljuk az eddigi munkát. Az alpolgármester és a kivitelező is arra kér mindenkit, figyeljenek jobban környezetükre, mellőzzék a rongálást, hogy még sokáig élvezhessék a rendezett, igényes körülményeket.